Nem baj, ha nem tudsz evangelizálni. Nem baj, hogyha nem tudsz senkinek egy szót sem mondani. Gyere el hitáltal jövő héten és két hét múlva az evangelizációkra. És meg fogod látni, hogy Isten mit tud tenni az életedben. Én egy szót se tudtam, de Isten megnyitotta a számat, és elkezdtem beszélni. És mint egy rakéta, senki nem tudott leállítani. Azt mondta nekem egyszer, azt mondta a rendőr, egy fél évvel ezelőtt mennem ki evangelizálni, azt mondta nekem, van engedélye, hogy itt gitározzom? Mert gitároztam a centrum előtt. És azt mondtam, hogy nincs. Akkor azt mondta, kérem szépen, tegy el, és nem gitározhat itt. Mondtam, hogy rendben. Elcsomagoltam a gitáromat, és folytattam az evangelizációt. De Isten helyezett egy vágyat akkor a szívembe. És azt mondtam, ha nem engedik, hogy gitározzak itt egyedül, akkor az egész gyülekezettel fog kijönni. És fogom hirdetni az evangéliumot. Nem egyedül, nem 10, nem 20, nem 30-an, hanem 40-en és 50-en ki fogunk menni azért, hogy megnyerjük ezt a várost az Úrnak. Amen! Amikor a sátán csinál valamit ellened, nem kell leállnod. Kezdj el még nagyobba gondolkozni. Tönkre akar téged tenni anyagilag? Kezdj el nagyobba gondolkozni. Tönkre akar téged tenni? Le akar téged állítani? Azt mondja, hogy mit képzelsz, hogy ide jársz erre a helyre? Azt mondja, hogy valaki, egy ismerősöd, azt mondja, hogy mit képzelsz, hogy ilyenekről beszélsz nekem? Takarodj a szemem elől! Ó, igen? Jól van, akkor most össze fogok hívni egy születésnapi bulit, akkor fogok csinálni, és meg fogom hívni 10 ismerősömet és 50 ismerősömet, és abból el fognak jönni, és meg fogják hallani az evangéliumot, és tudd meg, sátán, hogy nem érdekelsz. És itt egy összeellenem egy pisztollyal, én jövök ellened egy tankkal. És nagyba kezdek el gondolkozni. Engem, amikor a sátán így megpiszkálgat, tudni, sátán, eddig ilyen szinten gondolkoztam, de most még nagyobba fogok gondolkozni. És nem engedem meg, hogy leállíts engem. Ne engedd meg, hogy a sátán leállítson téged. Ne engedd meg! Ne engedd meg neki! Ne engedd meg!